Megtárgyalták a csütörtöki közgyűlés határozati javaslatait a VÜB tagjai is. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tegnap tartotta soros ülését. Az öt napi rendi pont között szerepelt a külkapcsolatokról szóló tavalyi beszámoló és az idei tervezet, egy ingatlan értékesítési javaslat, valamint a NAV nagykanizsai vámudvarának helyet adó épület üzemeltetési feltételeiről is tárgyaltak a tagok. A három nyílt napi rendi pontból kettőt ellenszavazat nélkül fogadott el a bizottság, két napi rendi pontot pedig zárt ülésen tárgyaltak a tagok.